a 30-as, 40-es évek stílusvilága, dalban, öltözködésben, színpadi munkában. Ez a Vintage Doll zenekar, akik egy véletlen találkozásnak köszönhetik pályafutásukat. Mukácsi Eszter, Nagy Lili és Szász Ágnes triója olyan sikeres, hogy 2017-ben megnyerték a MIPA versenyének külön díját. Az előadásmód nagyon megragadó, emellett csak ránk kell nézni az öltözet és a frizurák ilyen téren is nagyon érdekes, úgyhogy ezért is szeretjük. Nagyon sok munkánk és előkutatásunk van, a koncertek előtt mindig felkészülünk, utána nézünk a történeteknek, akár a dalok történeteinek, mert van mindegyiknek egy kis külön sztoria, és ezekből merítünk ihletet aztán, hogy a színpadra tudjuk vinni. Hát újabban magyar dalokat is bevettünk a repertoárunkba, amit ilyen stílusra meghangszereltünk. Alapvetően a 30-as, 40-es évek amerikai vokál trióktól inspirálódtunk, mint Andrew Sisters, Boswell Sisters. Nagyon, nagyon trendy volt, bár ők biztos nem így mondták, de igen. Ezek a vokál triók rendszeresen koncerteztek katonai támaszpontokon, ezzel vidították a katonákat és az embereket, hogy jó kedvük legyen. Alapvetően pozitívak a dalaink. Nincs megírva előre, a női zenekarok sorsa tiltakoznak. Mi egy igazi jó lányokból lévő lányzenekar vagyunk, akik keveset vitatkoznak, de ha mégis, még mindig meg tudtunk egyezni a konfliktusokat illetően, mondták mosolyogva. Vagy hát működik az, hogy 2-1 ellen, és akkor a harmadik meg elfogadja. De ezt abszolút meg tudjuk, tehát teljesen jól kezeljük, úgy gondolom, és ennek nagyon örülök. És most már merem azt mondani, hogy barátnők lettünk ez alatt, az idő alatt, amióta megalakult a zenekar, nem csak kolléganők. Egy Big Band-del is tervezünk, illetve fel is léptünk már. Volt egy ilyen alkalom, és most is lesz december 21-én a Nagykanizsai Big Band-del lesz egy kis műsorunk, illetve tervezünk még ilyen dolgokat, nem árulok el több titkot, az biztos, hogy ilyen irányba is majd megyünk a jövőben. Igazándiból folyamatosan tudunk meríteni abból az időszakból, és még most is folyamatosan tanulunk dalokat. Nem tudom, számbelileg lehet mondani számokat? Hát én nem tudom. Merek, nem tudom tényleg, tehát hogy pontosan nem tudom, de nagyon sok. A 40-es évek Amerikájának olyan íze van, amit nem lehet nem szeretni. Az életigenlés jelenik meg minden dal mögött, és ezt az életérzést hozzák át bájjal, finomsággal a mai színpadra a Vintage Dolls tagjai is. Én a